neki bőr, Jackie tetszik ez itt neki, ide jön, felveszi, aztán mondja, itt tetszik, mint nem, tedd fel, te gyerek, ezt vedd le. Én alapvetően nagyon-nagyon gyűlölöm azt, amikor egy előadásban már autótunnal van, az is a konkrét beszéd hangod autótunnal van, és nagyon sok autótun. Illetve még playback is van rajta, hogy ne halld a szar autótunt. Hát ez szörnyű, de ennél jobbat amúgy sem lehetett volna kihozni ebből. Én azt mondom, hogy a Partizan megtett, lehet, mindent megtett a Partizan azért, hogy ez egy jó előadás legyen. Szerintem. Szerintem ő nagyon élvezi például. Ő kurvára élvezi amúgy. Sőt, szerintem amúgy még ő is élvezi. Ők mindketten kurvára élvezik. Budiznak jelenleg. Egy parti állatok. Gyerekek, amúgy a videó lényegében most kezdünk bele, ugyanis demókat fogunk meghallgatni. Végre ez az, jöhetnek a demók. Mi is csinálunk egy ilyet, amúgy jelezném. Nem csináltuk még meg hozzá az e-mail címet, de majd lehet küldeni nekem demókat, és Leboxival fogjuk őket megnézni streambe. Valószínűleg igényesebben és áthatóbban, mint ők, de nem akarok előre ítéleteket mondani. Fuck the haters. Figyelj, gitározni már jól tud a srác. Ez vagy szemből. Hát, nyilván úgy gondoltam. Jobb, mint bármelyik zenéje a Tóth Benedeknek már most. Ki másik előadó, egy YouTuber kolléga volna, szerepeltünk már a videójában. Two Side a neve, ez egy 6 másodpercünk, de ebből kell eldöntenünk, hogy mit csináljunk vele. Azt mondja, szerencsés pedigét élünk, nem volt itt semmi, és azt hittem, miről vesz. Az Iron csinál haverjának a zenéje, de jó? Meg ez k***a gyors volt, az volt a baj. Meg a 6 másodpercben 3 másodperc volt az intrója. Hallgassuk már egyszer. Nem, miről lesz tegedés, nem? Ez ilyen OTL type. Ja. OTL type, keci, fejbe lövöm magam! Ez szörnyű! Ez kurva jó! Nem VV Alekosz énekelt? Ez geci kemény, ez kurva jó volt. Csak ne túl beledek! Mindenki kérdője a városanába. Ez a jó! Felfogom én! Ez a legjobb eddig! Tűz a dolgom, nem érzem jól magam az ágyban. Nem érzem jól magam! Szerintem telefonnal lett felvéve, de nem vagyok benne biztos. És ezt hallod, most találtam meg, tudod, hogy mire hasonlít, figyelj. Ja, az libegben amúgy vannak tök jó. Ja, vannak benne adlibek, belemondta, hogy aha, vágod, belemondta, hogy aha. Ez annyira, így már sokkal jobb a zene. Nem értem ezt, ez a történetet. Ez egy fokkal nem, egy fokkal sem jobb, mint a Tóth Benedeknek a zenéje, csak mondom. Mintha a háttér vokáloknak lenne jó a presetjük, vagy beállításuk. És a mainnek meg nem. A mainnek meg nem. Vagy olyan, nem tudom, valami ott, mint a félre csúszna. Pont fordítva szokottam, hogy lenni általában. Na, ebből látszik, hogy ha azt mondja, hogy jó a preset, akkor kurvára nem ért a zenéléshez, mert aki ért hozzá, az nem presetekkel dolgozik. Amúgy meg ja. Mintha ki is valahogy máshol lenne. Amúgy inkább az amúgy. 10.000 órás szabály. Ezt vágod? Szerintem a Somolyvári Dani mondta. Igen. Ha 10.000 órát belőlesz valamibe, akkor olyan szintre tudod magad hozni, hogy profi szintre. Aha. De most érted, 10.000 órát belőlesz zene készítésbe, nyilván lesz már olyan tapasztalatod. Hát, ha mindenki, akit hallgatnánk, mindenkinek 10.000 óra lenne, akkor úgy hallgatnánk, hogy már Spotify-on. Igaz, top hallgatott, ja. Igen. Ezt nézd, Tóth Benedek, ezt kéne beküldenem, geci! Na, ez egy Tóth Benedek type beat, hogy... Nagyon jó a szöveg, Baby, tudom elhagytál, nekem ez most nagyon fáj. Ez egy szakító stár, és te vagy a szar, mert minden jó nélküled nincsen baj, ó, itt nincsen baj. A fülem nagyon sok lett a baj. Ez is egy szerintem 10/10 amúgy. Ezt beküldjük szerintetek? Tóth Benedekhez képest ez jó? Hát az a baj, igen, pedig ez csak egy Tóth Benedek paródia. Ezt már nagyon sokan megcsinálták és nem jó. Tehát miért kell ugyanazt csinálni, amit mások? Miért nem lehet egyedi dolgot mutatni? A Tóth Benedek az pont nem az az ember, aki bármikor mutatott volna bármilyen egyedi dolgot a YouTube-on. Szerintem nem hiszem, hogy van nekik olyan ötletük, ami nem...
hát nem külföldről majmolt, kivéve azok a nagyon-nagyon rossz ötletek, amikből ugye hát láttuk, hogy nem jöttek ki jó dolgok, mint például az egyik utálónak az arcát szétlőni, meg egyéb károkat okozni egymásban, a testvéreidben, a gyerekeidben, az nagyon gyakori volt ezen a csatornán, undorító az egész, nem csak ezen a csatornán, hanem a tesók csatornán, így egy per egy. Az is én leszek, fogadd el, minden nap kemény munka van, és nyugodtan olvasd fel azoknak a neveit, akik... Kurvasok az autót, nem sok, csak hamis. Amit viszont kipróbálhattok, hova lett mesi? Az a Raid Shadow Legends! Az nem más, mint a World of Warship. Bazd meg, majdnem eltaláltam! Igen, Paul Street, imádlak. Igen, Paul Street, imádlak. Kommentek, micsoda nagy sztori és hír, hogy bekúrt valakit, és akkor mi van? Nagyon is jól tette, bassza meg annyit sajt, amennyit csak tud. Még baromi fiatal, aki ezen lovagol, az mindegy szánalmas, ostoba, irigy szar. Hát, kedves lakatos Brandon, aki ezt kommentelted, gondolom, hogyha egy lányról van szó, aki mondjuk minden fiúval basszik, akivel szeretne, akkor nem azt fogod mondani neki, hogy hát basszál annyi fiúval, amennyivel szeretnél, mert még fiatal vagy, hanem azt, hogy egy mocskos kurva és szarul lett megnevelve. Ez igen. Let's go! Társadalom! Woo! Let's go! Jöhet egy kérdésem? Ilyenkor miért nem írjátok le a kérdést? Amúgy ez fact! Én is szoktam ilyeneket kapni. Ha valaki rám ír, hogy szia, nem fogok válaszolni. Szia, kérdeztetek valamit? Nem fog válaszolni. Csak ha szeretnél valamit, akkor írd le, hogy mit szeretnél, mert akkor megkönnyebbíted az én dolgomat, és a te dolgodat is. Azzal, hogy nem húzzuk egymás idejét. Ez alapvető dolog, nem csak nekem, hanem bárkinek, ha írsz, akkor írd le először, hogy mit szeretnél. Köszönj, írd le, hogy mit szeretnél, és ennyi. Miért magyar a címe a zenének? Ez már a post-covid dorina. Mindig csak te jársz az eszemben. Kedvenc lengyel arcom. Ez nagyon jó amúgy. Ez kurva jó. Ez hard. Talk power granted. Connected. You were banned from the server. Your channel was edited. User joined your channel. User joined your channel. És itt is vagyunk a természetbe. Szerintem sokkal személyesebb és sokkal... Micsoda vágás volt ez. Inkább jobb videót tudok itt csinálni úgy, hogy nem otthon vagyok, és nem... Az ember még videózik, jaja. Mennyire nagyot menne, ha az egyik sarokba Rocket League-eznék közben, nem? Amúgy. De hát olyat nem csinálnék. Én egy rettentően egoista, konok, hát, egocentrikus ember vagyok. Diák voltam, minden ellen lázadtam. Bajom volt az iskolával, bajom volt a tanárokkal, volt a szüleimmel, bajom volt a barátaimmal, a bajom volt magammal is, meg mindennel köbben, ami létezik. És mindig egy olyan ember voltam, aki nem szerette, hogyha megmondják neki azt, hogy mit csináljon, és hogyan csinálja azt, és mai napig ilyen vagyok. Mekkora lázadó ez az is. Szeretnék egy kicsit beszélni is. Arról, hogy miért voltam eltűnve évekig, miért nem csináltam videót. Miért kellett ez kettő kamerállásra, hogy még így is unalmas, bazd meg, nem is tudom, hogy feltétlen számomra idegen videósoknak, számomra idegen arctalan profiloknak, sose érdekelt a véleménye. Wow. Azt éreztem, hogy kirakadtá teszem az életemet, és ebből átváltottam egy teljes idézőjeles némaságra. Ez alatt azt értem, hogy Instagram, Facebook, stb. Közösségi média platformok, nem mutattam azt, hogy egyáltalán élek. Az embereknek valahogy túlságosan nagy szerepet játszik az életébe a közösségi. De most itt vagyok újra. De sose leszek annyira aktív, mint... Úgy beszél róla, mintha ő lenne a... nem tudom... faszom tudja, Jézus Krisztus vágod, és megérkezett hozzánk. Lejött közénk. Hadd mondjak egy-két példát. Pontosan tudom, hogy szarul rappelek, nincsen flow-m, nincsen ritmusérzékem, mégis csináltam két klippet. Miért? Igen. Igen. Tessék, pont jó helyen állítottam meg. Miért? Most elmondtam minden indokot azért, amiért ne csináld. A legjobb helyen állítottam meg. Miért? Mert feltettem a bakancs listámra, hogy akarok egy klippet csinálni, amit profi csapat csinál, meg én nem vágok rajta egy percet se. Ez volt az üllött gyerek, meg akarok csinálni egy másik klippet, amit meg viszont én csinálok, meg én vágok össze, ez meg volt a pay to win team. És nem akarok megalkuvást, nem akarom azt, hogy bárki megmondja nekem azt, hogy mit csinálhatok és mit nem csinálhatok, hogy mit mondhatok, mit nem mondhatok. Hát ez nagyon lázadó ez az is. Ő most lett tinédzser amúgy, 22 évesen. Most serdül amúgy, de úgy is néz ki. Hogy én úgy gondolom, hogy most itt azt kell mondom, hogy baszki, akkor kimondom azt, hogy baszki. Nem fogom azt mondani, hogy ó, a pikulába.
A baszki is, a baszki az amúgy sokkal csúnyább, mint a lópikula. Amúgy szerintem. A baszki az nagyon csúnya szó, tehát azt azért nem mondanám. Az, hogy az Isten meg azt... hát azt néha szoktam, de az, hogy baszki, azt nem, az soha. Inkább kiléptem a partnercégből, ezzel lemondva amúgy rengeteg pénzről. Hú, rengeteg pénzről lemondott, mert az AdSense amúgy nem működik. Partnercégek, kurva nagy szükséged van. A szponzorokat nyilván nem tudod magadnak elintézni, nem amúgy. Nincs mögöttem partnercég, és több tucatnyi szponzorom volt már. Úgyhogy amúgy... fele akkora videós sem vagyok, mint amekkorának te hiszed magad. Beszéltek csúnyán, mert igenis, hogyha egy csúnya szót ki akarok mondani, akkor annak szerintem ott van a helye, és nem... Fél, szerintem csinálhatna még amúgy... focis videókat, nem? Hát én nagy focista. Fifás videói vannak, meg minden. Akkor már inkább a való életben nyomnám. Tinával csináljátok még egy vetkőzős challenge-et, pakoljátok fel OnlyFans-re, abból még jobban meg lehet gazdagodni, akkor nem kell rinyálni a partnercég miatt. Win-win szituáció. Csináljátok. De részesedést kérek, mert ez egy marketing tanács volt, nem baráti. És most meg személyes példákból okulva is azt látom, hogy mondjuk a 10 évvel fiatalabbak, tehát hogy a 10-12 évesek, nagy részt nem csinálnak más, csak hazaérnek iskolából, és beülnek a gép elé. Kis túlzással üresek a játszóterek, és üresek a focipályák. Ez azért 10-15 éve abszolút, de nem így volt. Én szerintem amúgy még csak most jött ki a jó idő igazán, és most fognak elkezdeni gyerekek kimenni, amikor van idejük, és nem kell tanulniuk. Tehát, hogyha mondjuk ezt a videót augusztusban töltötted volna föl, és azt mondod, hogy egész nyáron nem láttál gyerekeket, akkor az úgy hihetőbb, mint az, amit most mondtam, mert ez kurvára függ attól, hogy milyen az időjárás, attól, hogy kinek mennyi ideje van, attól, hogy a szülőknek mennyi ideje van, mert ugye valamikor ugye nem minden gyerek mehet ki egyedül, nem engedi a szülő, meg hát azért megvan annak is egy megfelelő kora, hogy milyen korú gyerekeket küldhetsz ki egyedül. Tehát itt azért elég sok szempont van, amit Daz is nem vett figyelembe szerintem, amikor levonta a következtetést a szörnyű generációról, akik a Z-generációs kis zoomerek, akik Brawl Stars-on nevelkednek fel, és biztosan nem játszanak soha az udvaron. Nem az elnyomó többség az, akik így nevelkednek. Szerintem az elnyomó többség az nem viszi annyira túlzásba sem a telefonozást, sem a tabletezést, sem ezeket a dolgokat. Nyilván sok ilyen van. Sok ilyen van. De azt is nézzük, hogy a technológia mennyit fejlődött, és ez a technológia elérhetőbb lesz, meg limitálhatóbb is. Tehát én szerintem nem gáz, hogyha gyerekeknek is van ilyen dolga, mint például a telefon, csak meg kell, nem tudom, én 14 éves korig nem nagyon adnék a gyereknek semmi ilyesmit, így tudna tényleg szocializálni normálisan, de én szerintem ilyen 10 éves kortól már úgy, hogy nem saját, ilyen játékszerű dolgokat telepíteni egy másik telefonra, vagy egy olyan telefont adni, értitek? Hogy internet hozzáférés nélkül adott játékokkal, fasz tudja, ezeket mindet lehet korlátozni, és akkor biztosan nem fog belemenni a gyerek abba, hogy ő most ilyen gigászi nagy kocka lesz, és elviszi az internet. Elengednéd a lányod a palacsinta fesztiválra? Hát tesó! Én nem hiszem. Hát, hogy kihagynám. Szerintem, de mondjátok meg ti nektek mi a véleményetek. Szerintetek a Z-generációban a 80% az egész nap TikTokozik? Én ebben vagyok, szóval igen. Ja, persze, nyilván. Szerintem digitális elkorcsosulásnak nevezhető jelenségről. Most beszélni szeretnék egy picit a jövőbeni tervekről. Nem merek nagyon semmit ígérgetni, hiszen amikor én... Miért kellett a két kamerállás és így vagdossa? Ez csak random nyomogatta az S betűt Sony Vegasba, és így pár helyen így dilit-dilit. És így ezek a nagy kameraváltások. Teljesen random. És mindkettőnek geci szar minősége van, ez nagyon vicces. Digitális elkorcsosulásról beszél az, aki vetkőzős focit tolt gyerekeknek. Így van. Pontosan, pontosan. Írjátok le kommentbe kedvenc színeteket. Írjátok le kommentbe a kedvenc színeteket. Ezt mondta. Na chat, írjátok le a kedvenc színeteket Kresszernek most. Ez a maningató. Te so nagyon bad. Jó szemét áll a gyerek. Köszönöm, mi a belemenyed a Margit szigeti konra járókról? XD.
nagyon cringe. Konpótlókra gondolsz? Egyszer se voltam még konon, nem is leszek szerintem. És nem is tervezek menni. Soha. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.